Újszászon várja a tovább tanulni vágyókat az ország minden részéből a Szolnoki SC Rózsa Imre Technikuma. A távolról jövőket modern kollégium fogadja, a környékről bejárók pedig a jó tömegközlekedésnek köszönhetően könnyen megközelíthetik iskolánkat, amely tágas, modern, családias intézmény. Képzéseink: vasútforgalmi szolgálattevő technikus. Közel 40 éve folyik vasutas képzés iskolánkban. A szabályos, valósághű vonatközlekedés lebonyolítását Domino 55 típusú állomási biztosító berendezésen tudjuk szemléltetni. A vasúti közlekedés szabályozását a Tervez 2 vasútforgalmi szimulátor program segítségével tanulják a gyerekek számítógépekkel felszerelt tanteremben. 11. évfolyamtól ingyenes vasúti utazásban részesülnek azok a tanulók, akikkel a MÁV ZRT szakképzési munkaszerződést köt a duális képzés keretein belül. A diákok így szakképzési ösztöndíjban is részesülnek. Tehetséges tanulóink terepasztalt építenek, ahol kibontakoztathatják kreativitásukat, részt vehetnek tanulmányutakon, üzemlátogatásokon, ahol még több betekintést kaphatnak a vasutas szakmába. A technikusi oklevél megszerzése után lehetőség van különböző műszaki felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra, illetve a MÁV ZRT folyamatosan várja a tőlünk kikerülő új munkavállalók jelentkezését. Logisztikai technikus. Iskolánkban közel 15 éve folyik logisztikus képzés. Szaktantermeinkben raktári állványok, anyagmozgató, emelő eszközök, áru átvételnél használt eszközök, nyomtatványok, korszerű számítógépek találhatók, amiken logisztikai és raktár szimulátorokat, ügyviteli szoftvereket telepítettünk. Korszerű, szakmai környezetben folyik a gyakorlati oktatás. A diákok ezen felül tanulmányi kirándulásokon, nyári gyakorlatokon és a közelben működő meghívott vállalatok előadásain keresztül kerülhetnek a szakma közelébe. A technikusi oklevél megszerzése után mind a termelő, mind a szolgáltató szektor várja tanulóink jelentkezését, illetve lehetőségük nyílik különböző műszaki felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra is. Közszolgálati technikus. Diákjaink a képzés során elsajátítják a rendészeti, magánbiztonsági tevékenységek teljes vertikumát. Ezzel képessé válnak a tanulmányaik befejezését követően arra, hogy magánbiztonsági szolgáltatónál, önkormányzati rendészetnél, büntetés végrehajtásnál, katasztrófa védelemnél, továbbá az általános rendvédelmi szervnél lássanak el feladatokat. Az oktatásban központi szerepet kap az ágazathoz kapcsolódó feladatok ellátásához elengedhetetlen erő- és állóképesség fejlesztés, önvédelmi, alaki és lőki képzés is. Szakmai oktatóink az ágazathoz kapcsolódó rendészeti szervek hivatásos állományunk tagjai voltak, akik magas szintű szakmai tudásukkal végzik tanulóink oktatását. A képzés befejeztével a tanulóknak lehetőségük van akár tantárgyi beszámítással a Miskolci Rendvédelmi Technikumban rendőri szakmát tanulni, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar alapképzéseire jelentkezni. Honvéd kadét, logisztikai technikus szakmai irány. 2024. szeptemberétől iskolánk a Honvéd kadét program második szintjére lép. Elindul a honvédelem ágazathoz tartozó Honvéd kadét szakma oktatása logisztikai technikus szakma irányjal, amely 5 éves képzés. Az első 2 év honvédelmi ágazati alapoktatását követően a honvéd kadétok ágazati alapvizsgát tesznek, majd a képzés második részében a 11., 12. és 13. évfolyamon elsajátítják a logisztikai technikus szakmát. Amennyiben a 12. évfolyam végén a kadét úgy dönt, hogy a pályáját a technikum befejezését követően katonaként folytatja, akkor az utolsó évben a Magyar Honvédség egyik szervezeténél, alakulatánál duális képzésben fejezheti be a technikumot. A tanulók a formaruha mellett kiemelt ösztöndíjat is kapnak. Amennyiben a tanuló nem lép katonai pályára, ezzel a piacképes végzettséggel a versenyszférában is elhelyezkedhet, vagy tovább tanulhat.